Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról résztvevőket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Én Czang Ferenc vagyok, a PPH egyik vezetője. A képzéseken mi mindig tegeződést használunk, és azt szoktuk mondani, hogy ezt azért tesszük, mert semmi nem működik magától, csak te tőled működik. A mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiségfejlesztő és képességfejlesztő szakember. 1984 óta él családjával Budapesten. Feleségével, Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi élete van, és két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991-től szervez, és azóta van saját szervezési csapata. 1993-tól már vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításában a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Nincs még egy olyan ember Magyarországon, akinek a vezetésével egy szervezet ugyanezt elérte volna már. Általa már több 100 000 ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget, és személyesen eddig sok 10 000 ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar embereken segíteni, hogy közben az élete romokban hever, és kizárólag olyan dolgokat tanít, amiket használ is mindennapjaiban. A vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Most pedig szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg képzésünket. Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát vajon miért jöttetek el ide hozzánk, illetve miért tanultok itt, akik itt tanulnak? Fejlődni szeretnétek? És aki újként ül itt, az miért jött? Meghívták? De azon kívül. Ennyire vagytok elégedettek a saját életetekkel. Ami mondjuk a következő területekből áll. Nézzük miből. Tehát például mondjuk önmagaddal. Mennyire vagy elégedett? És kérdezem az újakat. Mennyire? Tökéletesen tudsz bánni önmagaddal? Teljesen ismered magadat? Ismered a küldetésedet? Ismered, hogy mivel tudnál elérni az életben a küldetésedet? Ismered azt, hogy mi lenne a legjobb foglalkozás számodra, hogy mivel érd el a küldetésedet? Például csak egy dolog. Ismered a saját személyiségedet? A saját személyiséged erősségeit? A saját személyiséged gyengeségeit? Mennyire ismered ezeket? És vajon az a természetes, hogy az ember ezekről nem tud? Vagy talán az kellene, hogy tudjunk róla? Tehát szerinted az, hogy mondjuk az ember az életét úgy élje, hogy szeretné, vajon ezekről tudni kellene? Mármint ismerettel kellene rendelkezni? Vagy nézzük mondjuk a következőt. Mondjuk a pároddal. Hölgyként pontosan tudod, hogy kell egy férfival bánni?
férfiként pontosan tudod, hogy hogy kell egy hölgyel bánni? Tudod, mit kell tenni mondjuk, hogyha a párkapcsolatban mondjuk olyan helyzetek vannak, ami nem erősíti a párkapcsolatot, hanem gyengíti? Tudod, hogy mit kell tenni? Nem jó lenne, hogyha tudnál bánni a pároddal, és olyan szintre tudnád emelni a párkapcsolatodat, hogy élvezzétek együtt egymás jelenlétét és az életet? Tehát, hogy tudjatok egymással jókat nevetni? Gondold végig, a pároddal mikor nevettél egy jót utoljára? Nekünk nincs olyan nap, hogy ne nevessünk együtt jól. Egy jót a nevemmel, a nejemmel, akár többet is. Tehát nem az lenne jó, hogyha a pároddal rendszeresen, mondjuk napi szinten olyan kommunikációt tudnál folytatni, hogy jól éreznétek magatok egymással? Nem tudom például, hogyha már itt vagyunk a párkapcsolatnál, hogy tudod-e, hogy mi az, ami erősíti a párkapcsolatot? Tanultuk régiek, három dolog. Például ugye a közös gyerek nevelése. De azelőtt, mielőtt közös gyereket nevelne az ember, családi fészek, a madár is nem beletojik úgy valamibe, hanem fészekbe tojik bele, nem? Tehát családi fészek. Tehát ha nincs fészek, akkor nincsen tojás sem, nem? És általában a madaraknál melyik állat, tehát melyik nemű állat csinálja a fészket? A nőstény vagy a hím? A hím, általában a hím. Nyilván vannak kivételek, de általában a hím. És a férfiak azok vajon mit lépnek ebben a kérdésben? A családi fészek kérdésben. Tehát ugye mit csinál a tojó a családi fészek esetében? Megtekinti, hogy kellően olyan a fészek, amiből beletolja a tojást, ami számára megfelelő. Vannak olyan tojók, amelyik fogja, nem tetszik neki, ledobja a fészket. És akkor avval azt mutatja, hogy na, akkor lehet újból nekiállni. Tehát, drága uraim, mit jelent a családi fészeképítés? Tehát nem azt jelenti, hogy neked kell felépíteni. Ha van szakértelmed, építsd fel, ha nincs elég pénzed. Ha van elég pénzed, akkor építsd fel. Nem? Tehát vagy legyen szakértelmed, nem? Vagy legyen elég pénzed, hogy olyan családi fészkel legyen a párodnak, amit szeretne, nem? Ha fiatal vagy, akkor oda a gyereket úgy szülje bele, hogy abba a családi fészekbe, hogy elégedett legyen avval a családi fészekkel, nem? És ezt ugye gyorsan meg kellene csinálni. Ha fiatal vagy, akkor gyorsan sok pénzzel kellene rendelkezni, azt most úgy oldják meg az emberek, hogy felvesznek hitelt. De olyan jó ez a magyar nyelv, a hitel, az hit, el. Tehát az vesz föl hitel, akinek elment a hite. Oké? Akinek nincs hite. De ugye azt se tudják az emberek, mi az, hogy hit. És amikor hitről van szó, akkor valami vallással elkezdik azonosítani. Nem? És akkor ahányféle vallás, nyilván nem a keresztény valláson belül, hanem ugye az össze-vissza különböző vallások esetén, ugye annyiféle istenségről beszélünk, nem? Nézd meg, más. Mohamedán vallásban más az Istennek a neve. Más Isten. Mit tudom én, a keresztény vallásban is többféle Isten elnevezés van. Akkor egyéb vallásokban is mindenféle ilyen-olyan különböző istenség elnevezés. És akkor melyik a valódi? Ezekkel kapcsolatban hogy állsz egyébként? Mert a hit, ha jobban megnézed, az tényleg nem egy valláshoz kapcsolódik, hanem valamilyen szinten kapcsolódik egy Istenbe vetett hitbe.
hithez. Tehát egy Istenbe vetett hithez kapcsolódik. És akkor ugye, de milyen Isten? Hát itt a Földön rengeteg istenség megfordult. Most is megfordulnak, csak éppen nem jelenítik meg magukat testben. Régen még simán megjelentették magukat testben is. Hát gondold végig, hát a mitológia rengeteg istenségről beszámol, gondolj csak a görög istenségekre, Zeusztól kiindulva. Ugye mit jelentett az Isten? Azt jelentette, hogy egy felsőbbrendű lény, amelynek a megnyilvánulása, képessége sokkal magasabb rendű, mint az emberé. Milyen megnyilvánulás? Hát nyilván a, például, mit tudom én, mondjuk, gondold végig, mondjuk az ókorban megjelent volna, hogy megjelent egy űrhajó, akkor ez mit jelenthetett? Hát most is mondjuk, ha megjelenne egy idegen űrhajó, azért még mindig meglepődnének az emberek. Hát gondold végig az ókorban. Jó, tehát, de most azt gondolod, hogy ez mese, ez az egész. Jó, tehát én csak úgy végig gondolnám, hogy szerinted melyik a jobb neked? Hogy ez mese ez az egész, vagy van egy olyan Isten, amely tud neked segíteni, hogy az életedet könnyebben élj. Melyik a jobb? Hát nekem hihetsz nyugodtan abba, hogy te nem hiszel semmilyen istenségben. Az nem az én bajom, hanem a tied. Oké? És akkor azon belül milyen istenségbe tudnál hinni? Ugye van egy megint a magyar nyelvben az, hogy jó Isten. Hát vagy gonosz Isten. Hát vannak ilyenek. Hát melyikbe kellene inkább, nem? Hinni egy jó Istenbe, vagy egy gonosz Istenbe? Hát egyértelmű, hogy egy jóban, nem? De ugye ez úgy néz ki, mintha csak kétféle lenne. Hát van a jó, meg a gonosz, és most mi van közte? Tudod hányféle isteni megnyilvánulás van a jó és a gonosz között? Rengeteg. Rengeteg. Tudod, honnan tudod azt, hogy ki kit képvisel? Tehát vannak a Földön olyan tanítók, akik azt vallják magukról, hogy ők kapnak információkat olyan lényektől, akiket Istennek nevezhetünk. És honnan tudod, hogy most melyik abból a jó vagy a rossz? Hát nagyon egyszerű. Nézd meg a hátterét. Nézd meg az etikáját. Oké? Az etikáját. Nézd meg. Nézd meg, hogy a múltban is mennyire volt etikus vagy sem. Érted? Nézd meg. Tehát ne csak a jelent, a múltat. Érted? Ha van egy ember, akkor egy alapvető dolog, egy olyan ember, amelyik mondjuk rendelkezik olyan képességgel, hogy kap információkat, hogy mennyire él vissza az információkkal, és mennyire etikus. Például ugye az etika mit jelent? Hát az, hogy vajon tesz-e olyat, amit nem szeretnének, ha veled tennének. Ha tesz, akkor nem etikus. Oké? Vagy például tesz-e olyat, ami a többség érdeke ellen van. Vagy csak olyat tesz, ami a többség érdeke mellett van. Tehát többség érdekét képviselő az a dolog. Csak most mondtam két etikai szabályt. Ugye például, mit tudom én, nem egy olyan tanítóról tudok, akik rendelkeznek olyan képességekkel, magyar tanító, akik kapnak információkat. Tehát nem emberektől kapnak információkat. És ha megnézed a hátteret, akkor mit tudom én, mondjuk szexbotrányaik vannak. Érted? Csak most mondtam egy példát. Tehát mit tudom én, visszaél avval, hogy mit tudom én, mondjuk körülrajongják a hölgyek. Érted?
közben, úgyhogy mit tudom én, lehet, hogy van fix párkapcsolata. Érted? És akkor ez etikus szerinted? Én csak mondtam egy példát. Vagy mit tudom én, mondjuk van olyan, aki úgy viszi mondjuk utazásra az embereket, ilyen múltbéli előző életi utazásokba, hogy előtte drogokat ad nekik. Érted? Hát ilyen is van. És szerinted az etikus? Stb. Stb. Jó? Na most lényeg az, hogy nehogy azt itt, hogy egy olyan világot kell élni az embernek, amit a filmekben látsz. Mit csinálnak a filmekben? Hát most már nem látsz egy olyan találkozást embereknél, akár hölgyek találkoznak egymással a filmekben, hogy ne fognának valami poharat, amiben beleöntenek alkoholt, és ne innának. Érted? Tehát az a normális, hogy az embernek alkoholt kell fogyasztania? Légy ma azt mond nekem, hogy ez a normális. Hogy két ember találkozik, vagy négy ember találkozik, és alkoholt kell fogyasztaniuk találkozáskor. Miért? Miért kellene? Tudod, mire való volt az alkohol? Nem arra való volt, hogy oldja a gátlásokat, mert most arra használják. Tudod, mire való volt? Arra kellett például a tömény alkohol, hogy amikor fogyasztottak ételt, előtte ittak alkoholt, hogy fertőtlenítsék azt az ételt, amit elfogyasztottak utána, mert nem volt frigider. Érted? Mire való volt a bor, de csak kis mennyiségbe, hogyha túl sok olyan megterhelő kaját evett, akkor utána ivott egy pohár bort, és akkor gyorsította az emésztést. És akkor nem fölpuffadt tőle, érted, a sok kajától. Például megnézzük, a sör mire való volt? Semmire. Oké, a semmire való volt. Jó, tehát ez a kétféle ital volt, ami tényleg használatos volt. Ugye azért a sör az nem is ősi ital. Egyébként, ha valakinek mondjuk álmatlansága van, akkor egy pohár sört megiszik elalvás előtt, mondjuk egy kis idővel, és a komló miatt a sör az nyugtató és altató hatású. Csak úgy mondanám. Jó? Tehát erre jó, de egyébként másra nem. De az emberek úgy isszák az alkohol és italakat, mintha az víz lenne. És akkor azt gondolják, csak most mondok egy dolgot ezzel kapcsolatban, hogy az alkoholos ital, vagy bármilyen mondjuk üdítőital, az beleszámít a vízfogyasztásba. Óriási tévedésben vagy. Egy embernek az átlagos napi vízfogyasztása az olyan 2-3 liter között kellene, hogy legyen. Vízfogyasztás. Nem egyéb. És akkor azt mondják, hogy hát a borba is van víz, meg a sörbe is, a levesbe is, meg az egyéb dolgokban van víz. Érted? Nem, a tiszta víz. Tehát a tiszta víz. Miért? Mert lehet kitesztelni például azt, hogy mennyi a felsz, milyen gyors a hasznosítása a folyadéknak, a folyadékban lévő víznek, amikor megiszod. Ezt ki lehet tesztelni. Mindenkinél. És ha vizet iszol tisztán, az sokkal könnyebben dolgozza föl a szervezetet, sokkal gyorsabban dolgozza a szervezeted föl, mint hogyha bármilyen más egyéb folyadékba vizet használva, érted, az ember elfogyasztja azt a valamit.
És az azt jelenti, hogy föl kell dolgoznia, ki kell vonnia belőle a vizet, érted, a szervezetnek. És ezt tudod mit jelent? Az, hogy energiát vesz el tőled, mert ki kell vonnia, fel kell dolgoznia, érted? Tehát ha például olyan vizet fogyasztasz, ami energetikailag rendben van, az a baj, hogy például még az is probléma, hogyha egy csővezetékben vezetik a vizet, valamire átalakul a szerkezete, és ezáltal már nehezebben dolgozza föl a szervezet, tehát arra is energiát kell fordítani. De ha természetes formában kivont vízről beszélünk, tehát természetes, természetből kivont vízről beszélsz, ami egy az egyben a természetből van kivonva, vagy vissza van alakítva maga a víz arra, ami a természetes mi volta, akkor képzeld el, valaki megiszik vizet, és nem kevesebb energiája lesz, hanem több. Na erre varjál gombot. Bármilyen más folyadék esetén, úgyhogy még akár tiszta víz energiát von el, és ha azt fel kell dolgozni, minél többet kell veled vacakolni a szervezetnek, hogy feldolgozza, annál több energiát von el tőled. Mit gondolsz, vajon az embereknek miért nincs energiájuk? Mert fogalmuk nincs, hogy hogy működik az ember szervezete. Érted? És fogalmuk nincs, hogy mi az, ami többletenergiát ad, tehát plusz energiákat, vagy mi az, ami elvonja az energiát. Például azt mondja, hogy én csak sört iszok. Hát abban is van víz, mert vízből csinálja. De tudod, mit kell dolgozni azért a szervezetnek, hogy abból kivonja a vizet? És tudod, hogy mennyi energiát von el tőled? Mert a te szervezeted dolgozza föl. Minden dolognak a feldolgozására energia kell. Hát nézz körül, hát nem csak az emberben, mindenben. Bármit földolgoznak gépekkel, akármivel, energiára van szüksége. És azt gondolod, hogy magadban nem. És akkor most csak fizikai dolgokról beszéltem. És akkor mi van a szellemi dolgokkal? Mert az ember az nem csak egy fizikai lény, hanem szellemi lény is. Ugye ha megnézzük, ugye van a testünk. A testünkhöz kapcsolódik az életenergia. Ha kimegy ez az életenergia, akkor meghalsz. És akkor van egy másik energia is bennünk, ami nem életenergia, hanem az egy olyan energia, ami végtelenítve van. Egy végtelenített energia. Mit jelent az, hogy végtelenített? Nincs a létének élettartama, nincs vége a létének. Ez azt jelenti, hogy egyszer létrehozták, nem magától jött létre, létrehozták, illetve létrehozta egy lény, mindenkinek a lelkét, és onnantól kezdve az a lélek, ameddig a világegyetem létezik, az létezik. Oké? És egy ilyen energialény van benned, amit úgy hívnak, hogy lélek. Érted? Lélek. És a lélegzetvétellel, az első lélegzetvétellel szállt beléd, és az utolsó lélegzetvétellel száll ki belőled. És ez egy értelmes energialény. Érted? Egy olyan értelmes energialény, ami más élőlényeknél itt a Földön nincs. Csak az emberben. És ennek révén tudunk gondolkodni. Van bennünk egy olyan értelmes energialény, ami miatt képesek vagyunk a gondolkodásra, és nem tisztán ösztönlények vagyunk. Na most ugye egy kérdés van, hogy melyik az uralkodó benned? Az ösztön,
ami a testhez kapcsolódik, vagy a lélek, ami a szellemvilághoz kapcsolódik. Miért? Mert mondom, ha nem lenne benned lélek, vagy bármelyikünkben, akkor nem tudnánk gondolkodni. Akkor olyan, hogy gondolkodás megszűnne. Tehát ezért szokták mondani a lelketlen emberekre, ugye? Milyenek a lelketlen emberek? Hát nagyon rosszak. Tehát ha megnézel egy lelketlen embert, ugye a magyar nyelv így fejezi ki, hogy lelketlen, az olyan, mintha nem tudna gondolkodni. Mert olyan dolgokat csinál, ami a gondolkodástól iszonyú messzire áll. Érted? Tehát semmi köze a gondolkodáshoz. Tehát szó szerint úgy működnek, mintha nem lenne bennük lélek, pedig van bennük. Csak olyan mértékben el van nyomva az ösztönhöz képest, hogy labdába nem rúg. Na most gondold végig, tehát vannak a lelketlen emberek, idézőjelben akikben van lélek, csak ugye az ösztön elnyomja teljes egészében, vagy vannak azok az emberek, akik igen magas szinten tudják gyakorolni a szeretetet, méghozzá önzetlen formában. Ami azt jelenti, hogy egy olyan ember, amelyik önzetlen formában gyakorolja a szeretetet, annak az ösztönei vannak elnyomva. De melyik a jobb? Az ösztönöket nyomjuk el? Vagy ha a tudatosságot nyomjuk el? Melyik a jobb? Ha gondold végig. Melyik a jobb, ha tudsz gondolkodni, vagy ösztönlényként cselekszel? Mit jelent az ösztönlény? Azt jelenti, hogy amit megtanítottak neked, úgy is mondhatnám, hogy akár beidomítottak neked, érted? Annak alapján cselekszel. Nincs mérlegelés. A gondolkodás az azt jelenti, hogy mérlegelni tudsz. Érted? Sőt, valószínűség számítást tudsz csinálni a jövővel kapcsolatban. Érted? Hogy ennek, annak, amannak mi lehet a valószínűsége a jövőre nézve, és annak alapján cselekszem most a jelenben. Érted? Amikor ösztönösen működik az ember, akkor ilyen nincsen. Akkor van egy múlt, a múlt alapján, amit tanultál, vagy amit megéltél, annak alapján cselekszel. Nincs valószínűség számítás a jövőre. Nincs gondolkodás, nincs mérlegelés. Oké? De melyik a jobb? Tehát nem kellene az embernek úgy működnie, hogy a tudata működjön, tehát a lelke működjön? Hát gondold végig, melyikkel működnél szívesebben? Egy lelkes emberrel, vagy egy lelketlen emberrel? Most a szószoros értelmében értem. Tehát, hogy a szóban ki van fejezve ez. Melyikkel működnél inkább? Hát kellene a francnak egy lelketlen. Nem? Azok kerülnék el az embert, nem? A lelketlen emberek. Jó, tehát egyértelmű, hogy a lelkes emberrel működne az ember együtt. De miért nem akarnád te lelkes lenni? És miért nem akarnád azt, hogy veled akarjanak együttműködni emberek? Miért ne akarnál jobb lenni az átlagnál? Miért akarsz mindig az átlagba tartozni? Miért nem akarsz kiemelkedni az átlagból? Miért nem akarsz olyanná válni, akit követnek emberek? Miért nem? Miért jó az neked, hogy nem követnek? Miért jó az neked, hogy megmondják, hogy mit csinál? Miért nem lenne az jó neked, hogy azt tedd, amit a leghelyesebb abban a pillanatban tenni? Érted? Evel kapcsolatban hadd mutassak valamit. Mi volt régen?
ami nem öl meg, az megerősít. Mi van most? Ami nem öl meg, az mutálódik és megpróbálja újra. Nekem úgy tetszett, hogy most megmutattam. Akkor ezt láttam. Nem ez van? Gondolkodjunk. Elérték az embereknek, hogy ne gondolkodjanak. És régen valami történt, és azt mondták, ami nem öl meg, azt megerősít. Most? Most, ami nem öl meg, az mi történik? Mutálódik, és megpróbálja újra. Vagy van egy másik, az is tetszett. De ez már egy kicsit másabb szempontból. Ez egy információ, de tényleg így van. 1% irányítja a világot. 4% az megvett báb. 90% alszik. Szunyál. 5% ismeri a dörgést és próbálja felébreszteni a többi 90%-ot. Az 1% pedig nem akarja, hogy az 5% felébreszte a többi 90%-ot. Ez van. Hát te hova akarsz tartozni? Vagy hova tartozol? Most hova tartozol? Főleg újként kérdezem tőled, most hova tartozol? És hova akarsz tartozni? Hát mi az 5% vagyunk? Oké? Amely ismeri a dörgést és megpróbálja felébreszteni a többieket. Azt a 90%-ot. Amik alszik. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, te hova akarsz tartozni? Visszamegyek oda, majd szünetben még visszarakom azt, jó? Pároddal való bánásmód. Nálunk, ez egy 3 vagy 4 hónapi képzés, pároddal való bánásmód. Maga az önmagaddal való bánásmód, hú, az nagyon sok, az összességében nagyon sok. Az akármilyen hihetetlen, hogy jól tudjál bánni önmagaddal, az sok hónap. Hát nem fél év, mert ha mindet összeadjuk, akkor ennél jóval több. Tehát a különböző képzéseket. Hát a mostani már 4 hónapos. Tehát ez már 4 hónapos. Tehát 4 hónapja megy. Nézzük, szüleiddel, de még egyet nézzünk, gyerekeddel. Na itt van 3 terület, párod, szülőd, gyereked. Ezeket hívjuk közvetlen hozzátartozóknak. És a közvetlen hozzátartozókkal, ha nem tudsz jól bánni, tehát bármilyen negatív érzésed van a közvetlen hozzátartozókkal szemben, akkor az rányomja a bélyegét az életedre, méghozzá negatívan nyomja rá. Tehát a legjobban az összes problémák közül azok a problémák hatnak rád, ami a közvetlen hozzátartozóiddal kapcsolatos. Ehhez még bele lehetne tenni a testvéredet. Jó? Hát a testvéreid. Persze lehet még nagyszülőt is, vagy unokát is, mert még ugye az is közvetlen hozzátartozó. De lényeg az, hogy bármely közvetlen hozzátartozóddal nem felhőtlen a kapcsolatod, hanem felhős, akkor bizony az életben nem boldogulsz úgy, ahogy boldogulhatnál. Ez biztos. Nem kellene ezzel kapcsolatban tudásra szert tenni. Különböző témák vannak nálunk, 25 nagy témánk van, és a 25 nagy témában benne vannak ezek a képzések. Nem csak ezek fontosak, hogy az ember ezekkel tudjon bánni, ezekkel a kapcsolataival, hanem hát vannak más emberek is. Más emberekkel is kellene tudni bánni, akik nem közvetlen hozzátartozók. Az ember sikere attól függ, de tényleg, milyen sikere?
inkább úgy mondanám, hogy karriere. Attól függ, hogy hogyan tud bánni másokkal. Érted? Ha jól tud bánni másokkal, akkor sikert, karriert tud elérni. Ha nem tud jól bánni másokkal, de sikert, karriert akar elérni, akkor tudod, mit fog csinálni? Harcolni. Harcolni fog az emberekkel. Tehát lehet választani az embereknél, hogy ha karriert, sikert akar elérni, hogy harcolni fog velük, vagy sikeres lesz. Oké? És tényleg elér karriert. Tehát úgy nem lehet sikert, karriert elérni, hogy nem tud bánni másokkal. Világos ez? Az is fontos, hogy hogy bánsz a munkáddal, nem? Miért? Mert a munkád biztosítja a megélhetésedet. Ha már nyugdíjas vagy, akkor meg a munkád biztosította a megélhetésedet. És ha nem lett volna munkád, akkor most nem lenne nyugdíjad. Oké? Tehát az, hogy az ember például a munkáját mennyire szereti. Mert miért fontos ez? Mert gondold végig, az ember több időt tölt el a munkájával normál állapotban, mint bármi vagy bárkivel. Érted? Bármivel vagy bárkivel. Tehát semmivel nem foglalkozol gyakorlatilag, ha dolgoznod kell és munkád van, senkivel és semmivel nem foglalkozol mondjuk heti 40 órát. Magaddal persze foglalkozol, de másokkal. Tehát más személlyel vagy más tevékenységgel nem foglalkozol 40 órát egy héten. Érted? Hát az alváson kívül nyilván. Jó? Tehát gondold végig, hogy mennyire fontos, hogy az ember egy olyan tevékenységet végezzen, amit szeret, és amiből elég pénzt tud létrehozni, teremteni. Nem fontos? Hát gondold végig, hogy ha valamivel a legtöbbet foglalkozol, és abban nem érzed jól magad, akkor vajon ez kihat-e az életedre? Hogyne? Tehát a közvetlen hozzátartozókkal való bánásmód után a munka az, ami a legnagyobb hatást tudja rád gyakorolni, negatív és pozitív értelemben. Ugyanígy a párodnál, szülőddel, gyerekeddel való kapcsolatod, ha jó, akkor az pozitív hatással van az életedre. És ugyanez, ha a munkáddal kapcsolatban jól működsz, tehát jó érzéssel csinálod a munkádat, akkor az életed úgy halad szépen arra, merre szeretnéd. Vagy nézzük meg a következőt. Vannak olyan emberek, éppen beszélgettük ezt a mai nap valakikre nézve, hogy bármennyit keresnek, soha nem elég. Tehát akkor is megéltek, amikor 100 000-et kerestek, tehát akkor se volt pénzük sose, meg most, hogy keres a család mondjuk 1 000 000 forintot, az sem elég. Érted? Tehát hó végére az sem volt elég, a 100 000, de a 1 000 000 sem. Érted? Hát miért? Mert nem tudnak bánni a pénzzel. Tehát az embereknek például ez is fontos lenne, hogy tudjanak bánni. Én nem egy olyan családot ismerek, akik soha nem fognak tudni annyi pénzt keresni, amit ne tudnának havi szinten elkölteni. Érted? Na most, ha valaki nem látta azt, hogy hogyan kell gyerekként, hogy hogyan kell jól bánni a pénzzel, jól gazdálkodni a pénzzel, akkor ne csodálkozzon, hogy felnőttként nem tud. Tehát magyarul rossz volt a minta. De ugyanez. Ha valaki azt látta mintaként, hogy a szülei nem jó mintát mutattak a párkapcsolatban, akkor ne várja azt, hogy ő jó minta alapján fog működni. Ha valaki
nem jó példát látott a szüleivel, tehát a szülei szüleivel kapcsolatban, tehát ugye a szülei hogy bántak a te nagyszülőddel, vagy nagyszüleiddel, akkor ne várd azt, hogy te ezt jól fogod csinálni. Vagy hogyha valaki azt látta a szüleitől, hogy nem jól bánt vele, mint gyerek, akkor te se fogsz jól bánni a gyerekeddel. Ez hold biztos. Tehát az ember minta után, minta alapján működik. Tehát az a legnagyobb befolyásoló tényező az életünkben, amilyen mintát láttunk. És ha minta rossz volt, az csak tanulással lehet helyrehozni. Oké? Csak tanulással. Ezért volt olyan időszak, az első 7 év volt egyébként a mintavétel időszaka, a második 7 év a tanulás időszaka. Tehát 7-től 14-ig az a tanulás időszaka. De ott is, hogyha amikor tanultunk, nem jót tanultunk, akkor meg kellene tanulni a jót. Érted? Tehát ugyanilyen probléma a következő 7 év, ha nem jót tanultunk el másoktól, érted? Vagy nem jóra tanítottak minket, vagy nem arra tanítottak, amire kellett volna. Hát például az iskola nem arra tanított, amire kellett volna, sajnos. Tehát nem az életre nevel az iskola, nem az életre tanít az iskola. Bár arra tanítana. Tehát lényeg az, hogy ha az ember valami rosszat sajátított el 14 éves korig, hát akkor ne csodálkozzon, hogy az élete nem úgy halad, ahogy kellene. És ne csodálkozzon, hogy hát tenni kellene azért, hogy ez jobb legyen. Tehát tanulni kellene ebben kapcsolatban. De nem elég a tanulás, hanem kell terep, ahol az ember gyakorol. Érted? Tehát bármit tanultál az életben, nézd meg, hogy igazából akkor tudtad hasznosítani, ha begyakoroltad. Ha nem volt lehetőséged valamit begyakorolni, akkor a tudás az ellaposodott. Érted? Amit begyakoroltál az életedben, kellőképpen bármilyen tudást, azt akár most is elő tudod venni. Érted? De amit csak úgy tanultál, hogy nem kellett begyakorolni, vagy nem volt lehetőség a gyakorlásra, akkor most azt nem tudod előszedni fejből. Oké? Nézd meg, mennyit tudnál előszedni az iskolai tanulmányaidból. Ahol mondjuk az általános iskolában gyakorlás nulla volt szinte. Oké? Ott csak elmélet volt. Elmélet, elmélet, elmélet. Nem volt gyakorlás. Ha valamit lehetett gyakorolni mondjuk technika órán, hát akkor is hányszor gyakoroltátok? Egyszer. Kétszer. És akkor már tovább kellett lépni a tananyagba. Érted? Hát egyszer-kétszer begyakorolni valamit? Az szinte olyan, mintha nem is gyakoroltál volna. Érted? És honnan lesz neked olyan lehetőséged, hogy begyakorolj dolgokat, tudást? Hány olyan szervezetről tudsz, amely tudást ad, és gyakorlási lehetőséget is ad? Hm? És addig gyakorolhatsz, amíg nem tudod. Nincs meg határozva, hogy meddig gyakorolj. A középiskolában nekem meg volt határozva, hogy meddig gyakoroljunk, nem? Hetente egy nap volt a gyakorlat. Utána volt egy hónap az év végén, amikor lehetett menni gyakorlatra. Ennyi volt a gyakorlat. És utána letelt a 4 év, és utána már nem volt gyakorlat, nem? Ha csak nem helyezkedett el az ember mondjuk a szakmájában, amit tanult. Na itt te gyakorolhatsz. Ha nem gyakoroltad még be kellőképpen, semmi gond, gyakorolhatod tovább. Érted? Az emberek például azt se tudják, hát akik itt tanulnak már tudják, de az újak nem tudják, hogy igazából a tudás szempontjából 9 év megélés és gyakorlás, tanulás és gyakorlás kellene ahhoz, hogy rendbe tud rakni teljesen az életedet. 9 év, képzeld el. Hát, hogy az életedet teljes egészében rendbe tud rakni. Minden területét még nem végeztünk vele. Mert 10 van, és még csak 7-nél tartunk.
9 év szükséges hozzá. Mert ugyanis vannak olyanok, hogy biztos hallottál már olyanról, hogy mit tudom, milyen szlogenekről, hogy az energia az nem vész el, csak átalakul. Tehát ezt tanultuk. Tehát biztos hallottál már olyanról, hogy léteznek energiák. És az életedhez kapcsolódnak energiák. És minden évben, ahogy élsz, más energia kapcsolódik, képzeld el. Az emberek nem tudják. És az az energia mást, minden évben mást támogat, ami azt jelenti, hogy már nem azt támogatja, mint mondjuk az előző évben. Csak példaként mondtam. Ez azt jelenti, és 9 évente ciklikusan ez változik. Tehát egymást követően ugyanabban a sorrendben. Ciklikusan. És ha az ember ezt nem tudja például, akkor nem tudja azt, hogy akkor tudsz lenni kerek egész, ha mind a különböző energiát megélted, legalább egyszer. De én azt mondom, hogy inkább többször. Oké? Mert az egyszer egy évig valamit jól begyakorolni, az nem biztos, hogy elég. Bár, hogyha jobban megnézzük, én például visszaemlékszem a szakmámra, én egy évig dolgoztam a szakmámban egy szakember mellett, és egy év után lettem önálló. De még nem lettem olyan önálló egy év után, hogy mestervizsgát is tudjak tenni. Tehát ezért például a mestervizsgához már régen is legalább 2 év szakmai gyakorlat kellett. És még akkor se biztos, hogyha valakinek volt 2 év szakmai gyakorlata, hogy megkapta a mestervizsgát. Tehát ezért ugye a legtöbb mester az 3-4 év, 5 év szakmai gyakorlat után megy el mestervizsgázni. Már akkor már sokkal nagyobb eséllyel megy át a vizsgán. Tehát gondold végig, itt vagyunk mi emberek, azt gondoljuk, hogy ha nem túlságosan vagyunk elégedettek a világgal, a régi világ, ami 2020 előtt volt, ugye az jobb volt, olyan világ már nem lesz, ami volt, annál esetleg jobb lesz majd a jövőben, de az még azért tenni kell, és az a világ, ami most van, azzal a legtöbb ember nem igazán elégedett, nem? És hát azért kellene ebbe a világban boldogulni, nem? Nem kellene? Csak például van itt az energiákkal kapcsolatban egy szabály, ez a 2000-es évektől érvényes, hogy akkor tudsz boldogulni a 2000-es évektől, hogyha tömegeken segítesz. Tehát sok-sok emberen segítesz. Hát a családod az meg nem egy tömeg. Ez kis létszám. Érted? A baráti köröd is egy kis létszám. Ez kevés. Tehát sok emberen is. Ráadásul ugye hát sok emberen úgy tud segíteni, ha azok idegenek. Tehát hogy tudsz megfelelni egy olyan szabálynak, hogy sok-sok idegen emberen segíts a jövőben, hogyha erre nincs módszered. Nincs tudásod, inkább úgy mondanám. És módszered természetesen. Itt van lehetőség erre, hogy sok-sok emberen segíts, úgyhogy nem is ismerted előtte őket, mielőtt nem segít, míg nem segítettél, mikor nem segítettél nekik. Érted? Akkor nem ismerted. De az ember megtanulja, hogy például hogyan ismerkedjen meg velük, milyen módon. Erre megvannak a technikai eszközök, nyilván technikát igénybe lehet venni hozzá. Kell is, érdemes is, inkább úgy mondanám. És az ember ismerkedhet, és tud segíteni másoknak. Nyilván, ugye az ember mikor tud segíteni másoknak? Akkor, hogyha rendelkezésre áll valamilyen szinten már az a tudás, amivel tud segíteni másoknak. Érted? Tehát akkor nézzük meg, hogy mit is csinálunk. Mielőtt itt a 7 ponton túlmennék.
és akkor majd ide visszajövünk. Tehát nekünk képzéseink vannak. Tehát én azért vagyok, hogy átadjam azt a tudást, azokat a képességeket, amivel rendelkezem, és rendelkezni fogok. Oké? Ezek a képességek, és ez a tudás nem átlagember szintű. Jó? Hanem sokkal magasabb szintű. És ugye mivel elhangzott, hogy 87 óta foglalkozok emberekkel, 91 óta szervezek embereket, és 93-tól vezetek, tanítok embereket, és ugye nem keveset, hanem itt sok tízezer, több százezer ember segítéséről van szó összességében, ezért nem kevés tapasztalatot értem el az elmúlt időszakban, és nem kevés eredményt, ez elhangzottak ezeket a dolgok a házi gazdánktól. Tehát lényeg az, hogy ezek olyan eredmények, ami ugye olyan tudást és képességeket eredményezett, ami hát mondhatjuk azt, hogy kevés embernek van a bolygón. Sőt, valamilyen szinten páratlan, mert ebben a kombinációban páratlan. Tehát nem találsz még egy olyan tanítót, aki fizikai területen is és szellemi területen is piacvezetői pozíciót tudott elérni. Oké? A vezetésével, mondjuk egy szervezet. Nincs ilyen. Egy van, úgy hívják, hogy Szedlacsik Miklós. Nincs több. Tehát ami azt jelenti, hogy én az anyagi világban is kiemelkedő jártassággal rendelkezem, mert ott is piacvezetői pozíciót sikerült elérni, hármat is különböző területen, majd pedig a szellemi területen is sikerült piacvezetői pozíciót elérnem. Úgyhogy szépen a a szellemi terület felé terelgettek fokozatosan. Kik? Nem földi lények terelgettek, jó? Én ezt úgy hívom, hogy a teremtőm terelgetett arra felé. És ugye mikor eljutottam a szellemi területre, akkor olyan dolgokról is információt kaptam, de nehogy azt higgyétek, hogy közvetlen formába, hanem ugye ebben a szervezetben több olyan ember van, meg volt van, aki hát különleges képességekkel rendelkezik. És ezeket úgy hívjuk, hogy szellemi képességek. Tehát az alapvetően a szellemi képességek azok nem kézzelfoghatók. Hát a tudásod, maga a tudás sem kézzelfogható. Nem? Próbáld már kézzel fogni a gondolataidat. Nem tudod? Tehát naponta csinálsz olyan dolgokat, te saját magad, amit nem látsz, érted? A gondolataidat sem látod. Vagy a gondolataidat nem látja más, és mégis létezik. Tehát olyan dolgot próbálsz megkérdőjelezni, amit napi szinten csinálsz. Érted? Mert ugye sok ember azt mondja, hát hiszem, ha látom. Aha, és a gondolataidat látod? Más gondolataidat látod? Ja, és akkor nem látod, akkor az nem is létezik? Gondolkozz már egy kicsit. Napi szinten művelsz olyan dolgokat, amit nem látsz, de tudod, hogy van. Tudod, hogy létezik. Érted? És ugyanehhez a világhoz, ami a gondolatok társulnak, mondom, nem lennének gondolataid, ha nem lenne benned egy igen fejlett energialény, amely gyakorlatilag azonos azokkal a lényekkel, akiket úgy hívunk, hogy teremtő, vagy teremtők, vagy Isten. Azonos.
Hát ugyanúgy, ha mondjuk kilépnél a testedből, mint lélek, mert meg, ezt meg lehet tanulni, és ki lehet lépni az embernek a saját testéből, az életében, nem a halála után, vagy a halálával, hanem még az életében. Akkor az, hogy te kiléptél a testedből, senki nem látnád, de te látnál mindent, és a saját testedet is látnád kívülről, érted? És senki nem látna téged. Ha csak nem valakinek van olyan képessége, hogy látja a szellem lényeket, mert ez is egy képesség. Lehet, hogy akkor azt mondom, ó, hát akkor meggyőződnék róla. Miért a gondolataid, akkor arról nem tudsz meggyőződni? Tehát a gondolatainkat maga ez a szellem lény produkálja. Érted? Nem a tested produkálja, a tested nem tud gondolatokat produkálni. A testednek köze nincs a gondolatokhoz. A tested csak egy olyan fajta működő biológia, érted, mint az állatoknál, hogy amit megtanult, azt tudja csinálni, vagy ami az ösztöneibe benne van, azt tudja csinálni. És a testünk ugyanez. Amit az ösztöneinkben benne van, meg amit megtanultunk, azt tudja csinálni a test gondolatok nélkül. Most gondold végig, neked melyik a jobb, az, hogy nem hiszel ilyenekben, mert nem győződtél meg róla, hát pedig a gondolataidról meggyőződtél, még egyszer mondom. Vagy pedig az a jobb, hogy van egy olyan értelmes lény benned, amely halhatatlan. És egy kicsit többet tudnál erről az értelmes lényről, például olyat, hogy maga ez a szellemlény, ez miért van itt? Benne a testedben. Ugye, mert első kérdés lehet, hogy ez lenne. Ez nagyon egyszerű. Azért, mert bevállalt dolgokat. Érted? Tehát nem véletlenül van a te testedben a te szellemlényed, a te lelked. Hanem mert leszületésed előtt, illetve bocsánat, fogantatásod előtt bevállalt dolgokat. Melyik családba fog születni? Te vállaltad be a szüleidet. Oké? Az, hogy mikor fogsz megszületni, milyen élethelyzeteket kell megélned, kivel fogsz találkozni, hogy kellene vele működni, érted? Ezt mind bevállaltad. Az, hogy mit kellene teljesítened az életedben, ezt mind bevállaltad. Most gondold végig, hogyha az ember tudhatna olyat, hogy miket vállaltál be, ezt egyébként meg lehet tudni, bárkinek meg tudom mondani, hogy miket vállalt be. Bárkinek. Lényeg az, hogy ha tudod, melyik a jobb? Az, hogy ilyenekben nem hiszel? Vagy az, hogy te is megtanulhatsz ilyen dolgokat. Melyik a jobb? Hát ha azt akarod, hogy te nem hiszel ilyen dolgokban, nem akarsz tudni ilyen dolgokról, felőlem, nekem aztán tök mindegy. Oké? Gondold végig, melyik a jobb? Hát nyilván én úgy voltam ezzel a kérdéssel, hogy amit meg lehet tanulni az ember és az élet működéséről, ma az engem érdekel. Érted? És ami tudnak küldeni információkat nekem ezekről, az is érdekel. Hát ugye van olyan képességem, hogy mondjuk olvasok valamit, és akkor kiegészítik információkkal a fentiek. És nem halandzsával, nehogy azt itt, hanem tényekkel. Vagy például olvasok olyan dolgokat, amit ugye a legtöbb ember nem ért. Én ezt meg tudom érteni, nem más nyelven van írva, mert más nyelvről nem szól a történet, hanem a saját nyelvünket.
És én ezt meg tudom érteni, és át tudom idézőbe fordítani értelmes kifejezésekre. Tehát, hogy megértsék az emberek. Vagy például tartok egy előadást, és tartok egy témában előadást, és fogják és küldik, elkezdik küldeni az információt hozzá, előadás közben. És akkor én mondom az információt. Vagy például az ember és az élet működéséről előadás közben fölmerül egy kérdésed, és tőlem előadás közben megkapod a választ. Na, erre varják gombot. Oké? Na, és ez nem nagy képűség, ez így van. Folyamatosan számolnak be ilyen dolgokról a tanulók, hogy az élet vagy az ember működésével személyesen, az ő életében nyilván, fölmerült egy kérdés, föltette ott gondolatban az előadás közben, és mire véget ért az előadás, megkapta a választ. És erről gyakorlatilag szinte mindenki egy idő után beszámol. Érted, mikor találkozunk? Ez mi, ha nem valami olyan képesség, ami több, mint a többieknek? Na most, de ugye nekem miért én kaptam ezeket a képességeket? Én ebben sosem fogok visszaélni. Érted? Engem próbáltak már megvásárolni. Nem kevés összegért. Én egy pénzintézetnek az elnöke voltam, amit a nulláról én hoztam létre, és a nulláról építettünk föl, és a legnagyobb lett piacvezető. És azt meg akarták venni. Én nem vagyok megvásárolható, nem is voltam sose. Azt mondták nekem, hogy kapok zsebbe, a legjobb ajánlat az 400 millió volt. 400 millió forint. Nem vagyok megvárni. Akkor sem voltam, és nem is leszek sose. Én tudom, hogy hogy működik a pénz, és tudom, hogy ahhoz, hogy az embernek legyen elég pénze, mit kell tenni. Oké? És ahhoz nem kell lopni, csalni, hazudni. Érted? És sőt, nem is kell hozzá, hogy kiátszd a törvényeket. Még az se kell hozzá. Tehát lényeg az, hogy azért kaptam ezeket a képességeket, mert átmentem a próbákon. Érted? Mert kaptam olyan próbákat, amit te soha életben nem kaptál. És ne is kapj, azt kívánom neked természetesen. Oké? No szóval, hogy legyen az embernek megoldása bármely élethelyzetre. Legyen emberismereted, képes legyél a problémák megelőzésére, megoldására, tudjál ismeretet szerezni, legyen elég ismereted a célok elérésére, továbbá az ember, tehát legyen elég ismereted az élet és az ember működésére. És az ember ismer dolgokat, és ráadásul ugye lehetőséged van gyakorolni, lehet itt csapatod, tanítjuk azt, hogy hogyan vezesd a csapatodat, hogyan szervezd a csapatodat, hogyan vezesd a csapatodat. És ha az ember ilyeneket tud, akkor egy alap dolog, hogy megtanulja a szeretetben való működést, hogy képessé válj arra, hogy békében és boldogságban együtt működj másokkal. És ennek van egy célja, mert 2035-re, ha tetszik valakinek, ha nem, ezen a bolygón aranykornak kell lenni. Az aranykor pedig egy elnyomásmentes társadalmi forma, ahol nincs elnyomás, és nincsenek elnyomók. Nincsenek elnyomók. Ma a bolygón a teljes lakosság 20%-a elnyomó.
Tehát minden ötödik ember. Tehát téged is, meg bárki mást is körülvesznek az elnyomók. Tehát minden ötödik ismerősöd az akármilyen hihetetlen elnyomó. Most egy kérdés van, hogy felismered vagy sem. És hogyan kezeled az ő működését. Na most, akik elnyomók, ezek már eleve nem fognak bejutni az aranykorba. És mi lesz velük? Hát addigra meghalnak. Nem vicc, ez komoly. Tehát ahogy az életről gondoskodnak a fentiek, hogy te megszüles, hogy a lelked bekerüljön a testedbe, meg stb. Stb. Ugyanúgy befolyásolják azt, hogy te mikor halsz meg. Érted? És valakinek a halálát létrehozni a fentieknek az egy pillanat műve. Fogják és mondjuk megállítják a szívét annak az illetőnek. Érted? És ha ott nincs újraélesztőgép a közelbe, vagy nincs, aki be tudja indítani a szívét, érted? Akkor az illető meghalt. De erre egyébként a legjobb módszer az alvás közbeni szívmegállítás. Mert akkor a kutya se veszi észre, hogy ő meghalt alvás közben. Érted? Én nem egy olyan emberről tudok, akinek fogták és alvás közben állították meg a szívét. Szép halál, szép halál. Tehát egyébként kutya baja volt az illetőnek. Tehát semmi. Tehát lényeg az, hogy nehogy azt gondolt, hogy az öngyilkosságon kívül te másként tudod az élet hosszadat befolyásolni. Akkor tudod befolyásolni az élet hosszadat, ha a küldetésed felé haladsz. Világos voltam? Miért? Mert akkor még védeni is fognak, hogy teljesítsd a küldetésedet. Világos ez? És úgy rendezik a körülötted lévő dolgokat, hogy arra tudjál haladni. Nem kell ebben hinni. Én tudom, hogy így működik. Te dolgoztál több tízezer emberrel? Mert én dolgoztam. És tudom, hogy hogy működik. Tehát lényeg az, hogy gondold végig, melyik a jobb. Hogyha tudod, hogy hogy működik az élet, és tudod, hogy például a teremtőinknek milyen befolyásoló szerepe van az életedben. Mert ugye, ha ide visszatérünk, még van három pont, azon kívül, hogy az ember tud bánni a pénzzel, fontos tudjál bánni a környezeteddel, a hatóságokkal. Ugye az imént említettem, hogy az embernek úgy kell működnie, hogy ne legyen ellentéte a hatóságokkal és az Isteneddel. Érted? Hát a legtöbb embernek ez a tizedik ponthoz sincs fogalma. Például a vallásosoknak sincs fogalmuk. Meglepő módon. Tévhitük van ezzel kapcsolatban. Tévhitük. Hát eleve ott kezdődik, ha nem tudod, mi a küldetésed. Honnan tudod, hogy merre kell haladnod? Honnan tudod? A legnagyobb cél az életedben a küldetésed. Lehet sejtésed, de nem tudomásod. Világos? A sejtés és a tudomás között óriási különbség van. Nekem is volt sejtésem régen arról, hogy nekem mi a küldetésem. Nem tudtam róla. És én is rájöttem, hogy óriási különbség van a sejtésem között és a tudomásom között. A legtöbb ember még nem is sejti, hogy mi a küldetése. Érted? Azt hiszi, azért született, hogy mit tudom én, főnőjön, legyen gyereke, családja. Érted? Aztán utána meg majd meghaljon. És közben meg egyen, igyon, jól érezze magát, az majd lesz valahogy. Miért nem ezt gondolják az emberek? Nagyon azt mondom, hogy nem ezt gondolják. Mármint a legtöbben. És közben egyáltalán nem ez, senki nem ezért született. Senki nem azért született,
hogy gyereke legyen. A küldetésében nincs benne, hogy neki gyereke kell, hogy legyen. Érted? Az az ösztönében van benne, hogy gyereke kell, hogy legyen. De nem a küldetésében. Mondom, én még olyan embert nem találtam, akinek elemeztem, vagy megnéztem, hogy mi a küldetése, hogy az a küldetése, hogy minél több gyereket szüljön. Én még ilyet nem láttam. Sehol. Vagy minél több gyereket neveljen föl. Érted? Mit tudom én, mondjuk, ha apa. De mégis az emberek ezt gondolják. Nyilván nem gyerekellenes vagyok, most nehogy ez itt, nekem is van két fiam. Tehát természetes dolog, az egy természetes dolog, hogy az embernek van gyereke, én úgy gondolom. Nem? Hát az a biológiának a része. De nem ez a küldetésünk. Tehát minden embernek meghatározott küldetése van, és gyakorlatilag kevés olyan emberrel találkoztam, hogy pont ugyanaz a küldetésük. Van ilyen, csak viszonylag kevés. Érted? Tehát lényeg, hogy itt van 10 terület, nem kellene ezzel tudni bánni. És én nem azt mondom, hogy gyere ide tanulni, mit tudom én, mondjuk egy napra vagy egy hétre. Garantálom neked, hogyha itt fogsz tanulni, mindig fogsz tőlem újat hallani. Ugye a legrégebbi tanulóink azok itt tanulnak, azt mondja, több mint 10 éve, 11 éve. A teremben lévő legrégebbi tanulók. A rendszerben lévő legrégebbi tanuló az itt tanul 26 éve. 26 éve. Érted? No hát várunk szeretettel, tehát egy olyan közösségbe, ahol az ember jól érzi magát, mert olyan emberekkel találkozhat, akik jó állapotúak, és nem olyan, mint amit körülnézel az utcán, érted? Akikben ugye van energia, ami azt jelenti, hogy ha benned esetleg nem elég van, akkor ha eljössz, akkor több lesz, jó? De egy olyan közösség, amelynek van egy közös célja, hogy bevigyük az embereket az aranykorba. És itt nincs más megoldás, ez nem az én ötletem. Ezt én képviselem, mert a fentiek üzenték. Ez egy látomásban jelent meg nekem, ez az aranykor kérdése. Oké? Álmomba. És én azóta ezt mondom és szajkozom, és azóta ugye már több ilyen látomásom volt, de a legtöbb dolog már nem kell, hogy látomás legyen, mert küldik üzenetben, hogy mit kell mondanom azokkal a dolgokkal kapcsolatban. Tehát például nekem a múltban küldtek információkat azzal, hogy mik várhatók mondjuk a jelenben, és azok vannak, amit küldtek a múltban. És most az van, amit ugye mondtam, hogy lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy lesz egy olyan társadalmi forma, amiben be kell kerülni minden több embernek. Erre alkalmas a bolygó 80%-a, hogy bekerüljön. A 20%-a nem. Itt egy kérdés van. Ugye visszatérve ide. Ugye? Hogy vajon te akarsz-e tenni az emberekért? Ez a kérdés. Mert akkor tudsz tenni magadért, hogyha akarsz tenni az emberekért. Érted? Ha te nem akarsz tenni az emberekért, akkor magadért se fogsz tudni tenni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdánknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönöm szépen! Köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt a fantasztikus képzést, és azt is szeretném megköszönni, hogy most itt állatok és házigazda lehetek, ez nagyon nagy megtiszteltetés. Szeretném nektek így előjáróban annyit mondani, egy konkrét példa, amiről most esett szó, hogy
sokszor fentről megkapjuk Szedlacsi Miklóson keresztül azt a kérdésünkre a választ, ami nagyon foglalkoztat bennünket. Egy konkrét ilyen esetet tudok elmondani nektek, az pedig az, hogy nekünk volt egy bankhitelünk, amit párommal együtt, aki most jelen is itt van, nem azért nem fizettük tovább, mert nem tudtuk, hanem azért nem fizettük tovább, mert szerettünk volna kiállni az igazságunkért. Ez körülbelül 2 évig tartott, és amikor elfogytak a megoldások, mert a másik oldala sokkal erősebb volt, akkor ott álltunk, széttettük a kezünk, ez a pingvin effektus, hogy hát mennyi, nincs több. És akkor volt egy előadás, és akkor Szedlacsi Miklós elmondott egy olyan módszert, ami rögtön megütötte a fülemet, és előadás után rögtön föl is hívtuk, hogy ezt szeretnénk megtudni. Az ő által adott tanítással és javaslattal körülbelül 1,5 év alatt megoldottuk ezt. Így van. Ugye ezt fontosnak tartottam elmondani. Jó magam, végzettségem szerint gépészmérnöknek tanultam. Lébényből jöttem, Győr-Sopron megyéből, párommal együtt élünk, egyre boldogabb házasságban, ami, ahogy mesterünk is szoktam mondani, ez nem mindig volt így, nálunk se volt mindig így. Ezt javarészt köszönhetjük az ő tanításainak. 2 szép lányunk van. Immár 4 éve tanulok itt a PPH-nál, és azért kezdtem el itt tanulni, mert amikor én elvégeztem a főiskolát, elhelyezkedtem abban a munkakörbe, többe is, viszont az egyáltalán nem, tehát nem állt a szívemhez közel. Azért csináltam, mert azt mondták, hogy tanulj, mert jó állásod lesz, és amikor megtudtam, hogy nem állásban, inkább mozgásban kellene lenni, akkor kicsit elgondolkodtam, hogy miért is nem érzem jól magam, és akkor kezdtem el keresni, kutatni. Hát ez tartott, most nem tudom hirtelen fejszámolásra, hogy 10-15 évig, és akkor egy barátunktól meghallottuk, hogy ő milyen előadást hallott a Szedlacsi Miklóstól, meghallgattam, utána az összeset, ami YouTube-on felelhető volt, meghallgattam, és közben beiratkoztam az iskolába, immár 4 éve, ami akkor, most már tudom, hogy életem legjobb döntése volt. Másoknak, tehát akik még ti nem tanultak itt, szeretnék tanácsolni egy-két dolgot, mégpedig, tehát hidd el, hogy most nem véletlenül hallgatod ezt az előadást, mert én tudom, hogy a fentiek ide irányítják mindazokat, akiket képesnek tartják arra, hogy tegyenek az aranykorért, amit az előadásban hallottunk. Ezt most már érzem én is. És most, hogy itt vagyok párommal és a szépen bővülő csapatunkkal, nagyon örülök nekik, többen itt vannak most is. És csak azt tudom mondani, hogy a díjmentes előadásba, amit most hallottunk, abban rengeteg információt hallasz, viszont ezt több embertől kaptam vissza mostanában is, hogy közel 5-10 évig keresnek, kutatnak, az interneten az összes előadást meghallgatják más tanítóktól, elmennek 1-2 napos képzésekre, és mindenhol elmondják, hogy mit nem kellene csinálni, és mit kellene csinálni, viszont arra nem kapnak megoldást, és szinte éheznek az emberek arra, hogy végre megoldást kapjanak, viszont interneten ingyenesen nem fogsz kapni. Én is azt gondoltam, hogy működni fog. Rengeteg hírlevélre feliratkoztam, az e-mail fiókom tele volt már, többször kellett törölni, viszont arra jöttem rá, hogy igazából konkrét megoldást nem kaptam, tehát nem haladt az életem, életünk, családilag olyan irányba, amit szerettünk volna. Viszont amióta itt tanulok, azóta szépen lassan, az a mondás, hogy az elefántot nem lehet megenni, de meg lehet enni kiskanállal. És szépen lassan, fokozatosan megtanulom ma is azt, hogy hogyan lehet ezeket az elmúlt előadáson hangzott 10 életterületet szépen lassan rendbe rakni. És ezt olyan áron, pont most napokban is beszélgettem valakivel, aki azt mondta nekem, hogy hát ha lenne egy olyan hely, ahol tényleg működő megoldásokat kap, akkor oda jön. Mondtam, hogy tessék, ha szeretnéd, itt van. Jó, mennyibe kerül? Elmondtam neki az összeget, hogy óránként az első hónap 660 forint, ez jön ki 19x700-ra,
és erre azt mondta, hogy ha itt működő megoldást kap, akkor ez nem pénzérte. Ez nem pénzérte, én ezt tapasztaltam, és tudom is. Következő hónapoktól pedig a 330 forint, hát az szerintem az apró pénz kategóriába megy, 9800 forintra jön ki egy hónapba, és ezért, ahogy mesterünk mondta, garantált tudást kapsz, aki még nem vagy itt tanuló, mindenre, ami az életed mostani részébe felmerül probléma, és további is fel fog merülni. Úgyhogy én azt javaslom neked, ha még nem vagy itt tanuló, akkor ahogy tudod, a leggyorsabb módon vagy interneten utald át azt a pénzt, keresd meg vezetődet, vagy aki idehívott az előadást hallgatni, vagy rohanj el az első bankba, holnap hétfőn már nyitnak, 9-kor általában, add föl, utald át és gyere közén tanulni. Úgyhogy én ezt tudom javasolni neked. Most pedig a szünet után személyiségfejlesztő coach képzésünk folytatódik, melyen ha lehetőséged van, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel, akkor szeretettel elbúcsúzunk tőled, örülünk, hogy részvételeddel megtisztelnél bennünket, és elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik. Akinek van lehetősége hallgatni, az a weboldalon vagy a főmenübe a kék sávra kattintson rá, és akkor a másik részbe fog kerülni, vagy a képzéseink főmenü jelenhavi személyiségfejlesztő coach linkre kattintva indíthatja 25 perc szünet után. Köszönöm.